Negyedik percben járunk az első fél időben. Puglić szerez labdát és teszi hátra. Jó a továbbítás, Simonnál van át a másik oldalra, aranyos fejeli le, lövő helyzet, és az első veszély Répási lövése nyomán. Váci szabadrúgás a 24. percben. Kriskáé a labda. Répási pörgeti be középre, Kriskához jut, aztán Nagy Tibor lövi elváratlanul. Az első dolga a kapusnak a mérkőzésen, Dohotnak. Na, mekkorát tud dobni Répási. 27. perc, kis lögdösődés, mehet egyelőre tovább. Simon lövi el, és Dohot csípi meg. Adjoje végezheti el a szabadrúgást a 36. percben. Lehet lőni, jó lövésnek is tűnt bizony, Budai eresztette meg. Nagy Tibor hagyta Bánfinak. Répási szépen fordult most le az őrzőről. Bent már Füle kéri a labdát, aztán Simoné lesz. Zombori lövő helyzetben el is lövi pont bele a kapusba. Budai. Többen kérik tőle, át a másik oldalra Adjojevnek. Gyönyörűen Adjojev Bánfi mellett elviszi a labdát, a továbbítása is jó. Gólhelyzet lassan, és éppen, hogy elkerüli a labda Kosta kapuját. Aranyos indul, Simon kéri tőle. Répási felé a labda, pontosan, ez szép volt. Még ez is jó lehet, gólhelyzet, és mit hagyott ki Füle? Még mindig ott van, ez is kimarad. A mérkőzés eddigi legnagyobb helyzete volt. Bánfi. Zombori nagyon szépen vitte tovább Csizi mellett a labdát, Les közben már. Legalábbis Wagner jelezte. És itt a nagy lehetőség, Svistun indul el, ketten üldözik, Svistun még a labdával, gól! 22. perc a második fél időben. Nagyon úgy tűnt, hogy ebből már nem lesz semmi, hiszen ritmust veszített Svistun. Mégis valahogy ellőtte a védők és a kapus mellett a labdát. Egy tehát a Diógyőr javára. Simon szöglete következik a 24. percben. Beszorult most a Diósgyőr. Dohot lép ki, megcsúszik a labda. És végül Adjojev az, aki kijebb segíti. Sőt, talán indulhat is vele a Diósgyőr. Így igen. Kettő támadó, kettő védővel szemben. Óriási sprint következik. És itt ebből egy lap lesz. Puglić. Sárga lapot kap Vitelki leterítéséért, de mivel már volt egy sárgája, kiállítja a játékvezető. Farkas és Nagy Tibor lépett ki vele, Zomborit választja. Nagy Tibor közben kíséri az akciót, kapja is Zomboritól a labdát. Most bajban a Diósgyőr, jó a beadás, és gól, Füle érkezett. Nagyon szép támadás volt a 25. percben, a második fél időben. Nagy Tibor ügyesen gurított középre, Füle pedig befejezte az akciót, 1-1. Kriskáé még a labda. Nagyon szépen ott van Simon, helyzetben kapufa. Kosta. 38. perc. Tischer rúgta föl a magasba, Adjojev szerzi meg, és indulhatnak most vele a Diósgyőriek. Vitelki a labdával, gólhelyzet, és kimarad a lehetőségre, ott a gól. A csereember Tóth Miklós fejel Kosta kapujába. 38. perc a második félidőben. Ez is úgy nézett már ki, hogy kimarad. És végül Tóth Miklós érkezett, és Febó intette a labdát. 2-1 a Diósgyőr javára.